rendezvényünk záró, egyben utolsó napja kezdődik. A vasárnap általában egy ilyen csendesebb, levezető nap szokott lenni. Tegnap szombaton azért volt zúzás rendesen, nagyon sokan ellátogattak hozzánk. Pedig az időjárás tegnap nem volt túlságosan kedvező, szakadt a hó megállás nélkül, elég tetemes mennyiségű esett le itt az Alföld ezen vidékén. Viszont időközben elolvadt, az utak járhatóvá váltak, így akik szeretnének ma eljönni hozzánk, gond nélkül megtehetik mindezt. Ma is készítünk pár érdekes interjút, hogy megmutassuk mindazoknak, akik nem tudtak eljönni, miről maradtak le. Mindenki kérdezte egyébként, hogy miért nem hozok ilyen bemutató dolgokat ide ki. Tehát még egy etetőkeverési előadáshoz konkrétan kéne ide 3 vödör, 8-féle etetőanyag, 15-féle aroma, de és úgy gondoltam, hogy legegyszerűbb az, hogy ezt képek formájában mutatom be nektek. Ahol 2003 környékén megkaptam életem első 25-i pontját, aminek borzasztóan örültem. Még közel sincs vége a napnak, de az elmúlt 2 nap tapasztalatait figyelembe véve kirajzolódik az, hogy mely etetőanyagok iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés. Ez így van. A legtöbb horgász már az évindító horgászatára készül. Az első pontjaikat szeretnék megfogni hideg vízben. Ennek megfelelően olyan etetőanyagokat választottak, amik ilyenkor a leghatékonyabbak. Itt mögöttem a polcon is jól látható, hogy melyek fogytak a legjobban. Ezek pedig nem más, mint a Ready Method család Winter és Spring etetőanyaga. Míg a Spring egy élénk piros színnel rendelkező keverék, addig a Winter egy sötétebb tónusú, de a Springhez hasonlóan kellemes gyümölcsös aromájú etetőanyag. Mindkettőnek viszont a valódi különlegessége, hogy természetes módon előállított alkoholtartalommal rendelkeznek, ami ilyenkor hideg vízben egy nagyon-nagyon sarkalatos szempont. Ez teszi igazi, jól működő hidegvízi keverékek ki ezeket az etetőanyagokat. Viszont van egy harmadik is, amit megemlítenék, ez pedig nem más, mint az erős hallisztartalommal rendelkező piszti. Ez tökéletes választás az intenzíven telepített horgásztavakra. Akár nagyon jól keverhető az alkoholos Ready Method kajákkal is, viszont a domináns az mindig vagy a Winter, vagy a Spring lesz. Ugye ez a kaja egy 4 évszakos kaja, amely nem csak a hidegvízben, hanem a melegvízi körülmények közepett is jól használható, még ezt tegyük hozzá. Ez abszolút így van. Akár hogyha majd felmelegedő vízi horgászatra kerül a sor, szintén jó választás lesz ez, vagy a mellette található Ready Method Brownie is. Nagy boldogan bepültük, fogtunk egy poncsot, megmérte, milyen hosszú, milyen hány kilogramm, csak hát pont a kódszám, a rendszáma nem volt meg a halnak, hogy beadósítsuk, hogy kiről is kaptuk az információt. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2018-ban is egy egész komoly csali repertoárral léptünk piacra. Sipi, ezek közül melyek iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés? Én hozzám legtöbbször olyanok jöttek érdeklődni, akik a spéci metodból használatát szeretnék elsajátítani, és ezt a rendkívül innovatív, könnyen kezelhető csalit szeretnék ebben az évben használni. Főleg az volt a kérdésük, hogy milyen horgokkal érdemes és célszerű ezt használni, bár ugye a közösségünkben bemutattuk azt, hogy melyik az a horogtípus, amelyikkel mi előszeretettel használjuk ezt a csalit. Ez ugye akkor a Guru QM1-esből a 10-es méretű volt, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy ehhez hasonló méretű és súlyú horgokkal próbálja ki ezt a csalit. Igen, mert így lesz a levegő képesség és a fogossága tökéletes. Mely íz volt a legérdekesebb a horgászok számára? Sokan kérdezték, hogy mivel vágjanak neki az év első horgászatának. Én az ananász banánízesítésűt javasoltam nekik, mivel nekem ez a személyes kedvencem. Ez
hideg vízben is hatékony, de amelyik kifejezetten a leghidegebb vizekben is jól működik, az melyik lenne? A fokhagyma és kagyló penetráns íze a hideg vízben is nagyon fogós tud lenni, de egyébként mindenkinek azt javasoltam, hogy érdemes megvásárolni egy ilyen hatos kis szettet, ami elfér a zsebbe, és egy egész évet végig lehet vele horgászni. És minden időszakban vízhőmérsékletnél megvan az ideális csali. Pontosan. Borsó az legyen nagy méretű, semmiféleképpen ne legyen kicsi, mivel ugye itt a nyíló kapacitás az nagyon fontos. A kiállítás végéhez közelítünk, tulajdonképpen már csak tombra sorsolás van hátra. Nagyon sokan ellátogattak idén is, szerintem nagyon sok hasznos, érdekes praktikát és tanácsot kaphattak azok, akik velünk tartottak. Tamás, milyen kérésekkel bombáztak idén a legtöbben téged? Hát stílszerűen egyértelműen mindenkinek, ami legaktuálisabb, az a tavaszi ponyhorgászat, és ehhez kötődő kérdések, mit, mivel és hogyan? Tamás, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni a dolgot, milyen termékekre van szükség ahhoz, hogy valaki sikeresen indítsa a nagy pontyos horgászatát? Hát, ahogy mi is mutattuk a vásárlóknak, a legegyszerűbb csali az a Blend Expo Pubboli, mi ebből a nagyobb méretet használjuk, tavaszra a fokhagymás mandulás ízesítést, ehhez a fűszeres vörös máj stickmixet javaslom, és a speciality-ből is egy májast, ebből csak egy pici kár hozzá, hogy mondtuk a kedves nézőknek is előadások után. Tehát tulajdonképpen három termék, és ezzel megvan oldva a tavaszi nagypontos horgászat. Ez pontosan így van, Gábor, mi ezt ennyire leegyszerűsítettük. Nem jártjuk meg, most a Bóspecával indítottunk. Ennek a következményeképpen ez a 19 kg 40 dekás tükörponty volt az. A Sissi Moria nagy kiszerelésben árulja a kisméretű bojlereit is, 10 mm-es bojlereit. Most ez azért jó. És ebből ami csodálatos, és a Balatonnak a nagyságát mutatja, hogy ebből 42 darab volt az, ami 15 kiló fölött ki, ami a verseny egy hete alatt kijött. Ez egy balatoni területi éves engedély lesz, ami általános, tehát 60 ezer forint értékben. És hát kinyeri, most jobb kézzel húzom. Leellenőrzöm, hogy a három helyes válasz adott-e, az igen. És akkor... Hála Istennek elég messzire kerül ez az engedély, úgyhogy bízunk benne, hogy nem külföldre fog menni nyaralni a gazdája, hanem jön hozzánk a Balatonra, Makóról. Köblös János. És akkor meg kéne tiszteletben jövő, hogy húzd ki a fődíj boldog nyertesét. Három helyes válasz itt is megvan. Jenei Attila. Véget ért a 12. Haldorádó ponthorgász napok. Nem tagadom, kollégáimmal együtt nagyon elfáradtunk, de minden fáradtságot megért, hogy ennyi emberrel találkozhattunk, és tudásunkat, tapasztalatainkat megoszthattuk. Bízom benne, hogy sok hasznos tanáccsal és információval felvértezve vághatnak neki az új szezonnak, és minden eddiginél több pontot fognak mindazok, akik ellátogattak hozzánk. Az előkészületek már most megkezdődtek. A 2019. februárjában megrendezésre kerülő, immár 13. Haldorádó ponthorgász napokra, de előtte természetesen találkozhatnak velünk a következő nagy eseményen, a Fehován. A Haldorádó 2018-as újdonságai pedig már mind rendelkezésre állnak a webáruházunkban, illetve hamarosan partnerboltjainkban.